Sziasztok, én Farkas Bálint vagyok a Microsofttól. A cégünk sok mindent csinál, többek között botokkal is foglalkozik. A botok, amint észrevettétek, az idén elég nagy népszerűséget tettek szert sok tech cég körében. Ugye Google, a Facebook, az Apple, meg persze a Microsoft is bejelentett valamilyen bottal kapcsolatos platformot, amire fejlesztők tudnak saját botokat fejleszteni. Gyorsan demonstrálnám, hogy mire képes egy ilyen bot. Ez egy nem a Turing-tesztet hivatottak megcsinálni, az fontos. Tehát ez nem olyan chatbot, amivel aztán bármiről lehet beszélgetni, meg ahogy itt a többiekkel beszéltük, amivel a kedvesednek a válaszait megcopy-pastelve lehet magadat kihelyettesíteni, hanem ezek célbotok, ilyen ipari felhasználású valamik, amik egy célfeladatot látnak el. Egy konkrét példa, mondjuk a Skyscanner, ők egyiket egy magyar startupot vásároltak még nemrégiben, és ők azzal foglalkoznak, hogy repülőgép járatokat keresnek olcsón, és akkor velük konkrétan Facebookon lehet beszélgetni. Ugye biztos volt, hogy mindenkinek olyan élménye, hogy fölhívtam mondjuk a UPC ügyfélszolgálatot, és ott mondjuk azt kell elintézni, hogy jöjjenek ki és kössék át az új címemre a modemet. És igazából ott, akivel beszélsz telefonon, ő nem más, mint egy ilyen speech-to-text motor, aki beírja a UPC-nek a háttérrendszereibe azt, amit te mondasz neki telefonon. És ugyanezt egy ilyen egyszerű feladatok esetében egy bot is tökéletesen el tudja látni, és itt a Skyscanner botja pontosan ezt csinálja, még egy csatornát ad, nem az appot kell nyomogatni, meg nem a weboldalt kell nézegetni, hanem beszélgetek vele, mint egy emberrel tenném, mert ugye egy ember számára a beszéd a legtermészetesebb kommunikációs médium még mindig. És akkor beszéljünk vele. Hello. Leteszem, hogy tudjak gépelni. Ugye ez még nem... Ez a demonstrálja magát a flow. Where you fly from? I'm in Budapest. De látszik, hogy nem kell neki szintaxist magyarázni, meg nem vár el merev paraméterezést, hanem képes levágni, mondjuk, tehát nyilván nem az I'm in Budapest faluban vagyok, hanem a Budapest faluban. Mikor akarok menni? Hát mondjuk holnap. És így tovább, és így tovább. Mikor akarok hazajönni? In a week. Tehát, hogy lehet látni, hogy egyrészt, hogy befogadja a Facebook Messenger inputot, ezt továbbadja a saját üzleti logikájának, ami valahol a felhőben fut, és képesebb ilyen egyszerűbb nyelvi fogásokat megérteni, és azokat a saját háttérrendszerébe tovább passzolni. És akkor most egyébként elkezdett keresni, és vissza fog jönni egy listával, hogy akkor milyen flightokat lehet neki lefoglalni. Itt is van, lehetne akkor izé lefoglalgatni dolgokat. Ami ennél még jobb, az, hogy nem csak ilyen viszonylag egyszerű szintaxisokat lehet vele felismertetni, hanem ilyen komplexebb nyelvi fogásokat is. Ez pedig Skype-on fog történni a Marble Finances nevű világhírű általam kreált pénzintézménynek a botjával szemben. Neki is udvariasan köszönünk, a mögöttes Azure háttérrendszer föláll, és azt mondja, hogy ilyen kicsit lolketesen fogalmazva, please send money to Tamás. Jó, akkor kírja, hogy miket ismert föl, most csak azt ismerte föl, hogy pénzt akarok küldeni, és a paraméter pedig a Tamás. Nézzünk, ami komplexebbet. És akkor korrektő fölismerte ebből a szövegből, hogy ugye $500, és a keresztnév vezetéknév az ezen a pozíció van a szövegben, és ez pedig csak valami szemét a végén. Akkor persze nyilván többféle szintetis is fel tud ismerni. És ebben az a pláne, hogy ezeket nem én adtam meg valamilyen regex-el, nem én tanítgattam be neki, hogy ha azt látja, hogy bucks, meg azt látja, hogy send, akkor ez azt jelenti, hogy pénzt akarok küldeni, stb. Hanem helyette használtam egy ilyen LUIS nevű szolgáltatást, ez a intelligens nyelvértő Language Understanding Intelligence Service nevű felhőszolgáltatás, aminek beadtam rengeteg ilyen mintát. Tehát beírtam neki, hogy amit a user kérhet, az, a user akarhat pénzt küldeni például, vagy akarhat pénzt lekötni. Ennek a paramétere lehet az, hogy kontakt, és egy kontakt az tud állni egy first name-ből, meg egy last name-ből. Tehát megadtam neki ilyen érzékelhető szándékokat és paramétereket, majd pedig beírtam neki millió egy lehetséges megfogalmazást, és ezeket szépen beírogattam ilyen kis színnel, tehát megmondtam neki, hogy itt a Tibor Einstein a kontakt, és annak a Tibor a first name, az Einstein a last name része. És hogy ebből fölvittem 20-30 darabot, akkor ő egy ilyen belsős machine learning modellel föltanult rá, és amikor egy hívást kap, akkor ezt visszaadja nekem, hogy ez volt a bejövő paraméter, vagy bejövő hívás, és a kimenő paraméterek szerint a következőek lesznek, ezeket pedig már kódból fel tudom használni. Van a Microsoftnak egy szolgáltatása, ami képes arra, hogy a különféle online
chat szolgáltatások, amik népszerűek, hogy a Facebook, meg Skype, meg Slack, meg ilyenek, azoknak a bejövő üzeneteit továbbítja az én webszolgáltatásom felé. A webszolgáltatásom az lehet bárhol, ilyen célszerű azokból tenni, de hát lehet akárhol, ahol akarjuk. És az én maga, a saját szolgáltatásom tud a Louis felé bekérdezni, hogy ezt kaptam, mit akart a user. A Louis visszaadja, hogy akkor szerinte a user azt akarhatta, hogy küldjön pénzt, és ezek a paraméterek. És utána pedig én ezzel már a saját logikám szerint tudok azt kezdeni, amit szeretnék. Tehát az a lényege, hogy a komplex részek, vagyis a Skype-al való interfészelés, meg a Facebook Messengernek az API implementációja, meg a nyelvnek a felismerése, az mind ki van véve a felhőben. Nekünk az a dolgunk, hogy megírjuk ezt a viszonylag egyszerű üzleti logikát, ami ugye már a saját kódom, és nem kell foglalkozni a természetes nyelvnek a különféle parszolásaival. Ebből egyre több lesz, egyébként megjelentek már magyar nyelven is az ilyen chatbotok. Ez alapvetően angolul tud, ami főleg azért van, mert mondjuk az ilyen, hogy in 2 weeks, meg az ilyen jellegű frázisok, azok angolul vannak értelmezve. De egyébként ez, amit itt látunk, ez nem támaszkodik az angol nyelvre, tehát kis torzítással ezt magyarul is meg lehetne csinálni, ha nagyon akarnánk. Az nem menne, hogyha beírnám, hogy next week, akkor nem ismerné föl magyar nyelven, hogy a következő héten. De egyébként ezek már magyar nyelven is nagyjából fognak működni. Nekem az a tippem, hogy ez eléggé jelentős pénzspóroló faktor tud lenni sok ilyen egyszerű ügyfélszolgálati szenárióban, úgyhogy ezek valószínűleg egy-két éven belül el fognak terjedni itthon is. Úgyhogy ha akartok ilyennel foglalkozni, akkor nézzétek meg. Az a címe, hogy botframework.com. Itt van fönt. Köszönöm a figyelmet! Kérdések? Igen, belefértem egyébként az időbe, csak mondanám. A kód az pofon egyszerű. Ez itt egy vizuális kódió, ez a Microsoftnak a saját fejlesztő eszköze, és egy ASP-s weboldal van benne megcsinálva, de egyébként SDK az van PHP-hoz, meg Ruby-hoz, meg minden egyéb fontosabb nyelvhez is. És a kód az... Tehát a lényeg... Minden, van persze egy csomó olyan boilerplate kód itt ott, a lényeg az itt lakik. Hogy van egy osztályom, ez a modell osztály, és... úgy néz ki az egésznek a működése, hogy beindul a weboldal, ez a, amit itt láttam, és úgynevezett dialógusokban van az egész bot felépítve. Egy dialógus az egy interakció a felhasználóval. Ugye ezek azért fontosak ezek a dialógusok, mert írtam a Skyscannernek, hogy el akarok menni Londonba. Visszakérdezett, hogy oké, hol vagy? Budapesten vagyok. Neki tudnia kell, hogy állapotot kell tartania, hogy amikor azt mondom, hogy Budapesten vagyok, akkor az nem egy új kérdés, hanem az a londonos kérdésnek a folytatása. És ezek dialógusok, amik olyan objektumok, amiknek az állapotát a bot framework menedzseli, és egyébként itt a Skype üzenetben nem látszik a felhasználó számára, de benne van, hogy a dialógusnak mi az állapota, vagyis hogy milyen kérdéseket tett már fel, és milyen infókat kapott a usertől. Ebben az a pláne, hogyha nekem van mondjuk 100 szerverem, és az egész a botomat futtatja, akkor nem kell közös állapotkezelést csinálnom valamilyen közös cache-ben, mert maga az üzenet ilyen HTTP cookie jelleggel tartalmazza a háttér információkat, amiket már tudunk a userről. És akkor elindul egy ilyen dialógus, és a dialógus úgy van felépítve, hogy miután köszönt nekünk a bot, utána, amikor a következő üzenetet megkapja, akkor belép egy másik dialógusba, amikor a usertől megkérdezik a szándékát. Tehát látni, hogy kompozitálva vannak, egymásban vannak ágyazva ezek a dialógusok. A következő dialógus az a main intent dialog, ami egy Louis-os speciális dialógus, ami annyit csinál, hogy elküldi a user által küldött szöveget a Louis-ba, és a Louis pedig megmondja, hogy mi volt a usernek a szándéka. Ugye send money szándéka volt, vagy goodbye szándéka volt, vagy milyen egyéb szándéka volt a usernek, és meghívja a megfelelő metódusomat a kódban, aminek átadja egyszerűen csak paraméterként azokat a paraméter értékeket, amiket a usertől kapott. Itt lesz benne a first name, a last name, a currency, meg egyéb dolgok, amiket a usertől kaptam, és utána ezeket már triviálisan tudom a saját backendem felé továbbítani, és dolgozni velük. Tehát az egésznek a komplexitása az, hogy nekem állapotot kell tartani, meg nyelvet kell felismerni, az ilyen dialógusokkal van eltakarva a fejlesztő elől. Ezeket megoldja helyettünk a framework, mi csak igazából meglehetősen egyszerű paraméterekben megkapjuk, amit a user mondott, és nem is látjuk azt, hogy ő természetes nyelven milyen kérdést tett föl. Ugye az lenne bonyolult dolgozni. Még kérdés, Tamás? Lehet okosítani valahogy a Louis-t a lehetséges paraméterekre, például át tudod-e neki adni, hogy milyen kontaktlistád van az alapján, de neked kitalálni, hogy melyik paraméterről. Igen, lehet a Louis különböző módokon okosítani. Amit mondtál, vagyis egy ilyen statikus listának a definiálása, az pont benne van. Ezt föl lehet venni kézzel is, tehát ilyen phrase listet fölvenni, de egyet át lehetnek adni dinamikusan is.
És az azért jó, mert hogyha mondjuk a user kicsit elgépeli mondjuk egy kontaktnak a nevét, akkor a Luis az intelligensen tudja, hogy a fix paraméterek közül melyikhez volt legközelebb, és akkor arra korrigálja ki. Ezen kívül most még nincs a lehetőség, de a következő Luis update-ben arra is lesz meg lehetőség, hogy ilyen úgynevezett pre-built entitásokat csináljunk. Ugye ilyen például a datetime. A datetime-ot ugye ezerféleképpen meg tudod ilyen felhasználó, beleértve ezeket az ilyen intuvix, meg ilyen nyelvi dolgokat is. Ilyeneket is lehet majd kreálni, és akkor lesz majd a Luis igazán mondjuk magyarítható, amikor magyar nyelvű datetime-ot is lehet majd benne írni. Ezen kívül már most is támogatja ezeket a composite entitásokat, mint mondjuk ez a kontakt, aminek van egy first name, meg egy last name része, és elég intelligens ahhoz, hogyha csak egy first name-et kapott, akkor is tudja, hogy ez egy olyan kontakt, aminek nincsen last name-je. Tehát, hogy elég okos már ez a paraméter hierarchia kezelése, meg okosítható is majd még a jövőben, még tovább. Most hát még ott volt a kérdés. Én a gyakorlati felhasználásról ennek kérdésem, mert konkrétan volt a Skyscanner például annyi időt, amit te begépelted azokat a dolgokat, és ha most kivonom belőle azt, hogy ilyen adás volt, nem mit tudom én. Azaz, én már rég összekattintottam a weboldalon a front, a tut, a mikoringok, a mikorik nem vissza, és megnyomtam a search gombot, vagy ugye ezt megcsináltam a telefonomon. Miért ilyenek egy chatbotnak? Nem tudom, ezeket hallja egyébként ilyenkor a kamera? Jó. Ugye arra spekulál minden cég, aki ilyen chatbotokat vezetett be, hogy ez egyszerűen plusz egy csatorna. Ugye lehetne mondani azt is, hogy mi a francnak így bárki is alkalmazás, amikor ott a weboldal, és ott a weboldalon be lehet ugye minden gépelni, amit szeretnénk, és akkor minek szórakozik egy cég az appal, ami igazából nem más, mint egy nem zoomolható weboldal, kicsit csúnyán fogalmazva. Értem, mit mondasz, tökre nem akarom elfelejteni. Az a mondás, hogy ez plusz egy kommunikációs csatorna, amivel a felhasználót el lehet érni, tehát ez egy olyan csatorna, ami teljesen keresztplatformos. Tehát, hogy nekem van egy Mac-em, meg egy Androidom, meg egy Windows PC-m, akkor tök mindegy, hogy melyiken kezdtem el beszélgetni a Skyscannerrel, hogy ugyanazt a beszélgetést tudom folytatni mindegyik csatornámon. Meg egyszerűen természetes, gondolj bele, hogy nem tudom, én például Messengeren beszélgetek mindenkivel, tök jó az élmény, amikor beszélgetek a barátnőmmel, meg a haverokkal, meg a Skyscannerrel pont ugyanazon a GUI-n, és nem kell kontextus váltani. Tehát pusztán ennek csak ilyen user experience vonatkozásai vannak, amennyire én látom. Meglátjuk, mennyire fog ez aztán jó fogadtatásra találni a széles felhasználói bázison. Tök valid egyébként, amit mondasz. Szerintem is lehet, hogy lassabb egy chatbotnak begépelni ezt, amit szeretnék, de újszerű, meg keresztplatformos, meg nem robbant ki a megszokott kontextusomból. Lássuk meg, hogy ez elég lesz. Nem tudjuk még mi sem. Mondd csak. Az előbb volt szó a state-ekről. Igen. Ezek meghallnak valamikor? Tehát, hogy így reszetelődik valamikor, én elkezdek egy bottal beszélgetni, és egy aktuális state-ben bottal. Aha. És visszamegyek két napon, akkor mi a state-nek a menedzsmentjét, azt a bot felül tudja bírálni. Egyébként nem vészel. Ezt konkrétan itt teszteltem. Be is égtem egyszer egy demóval vele. Hogy a rossz állapotban hagytam, és akkor egy héttel később még abban az állapotban volt. Pont azért, mert az utolsó üzenetnek a részeként benne volt a state. De a bot framework-ös server oldal meg tudja nézni, hogy mikor volt a legutóbbi üzenetváltás, és amíg x napnál régebb, akkor eldobja a state-et, ezt ő megteheti. De amúgy magától nem vészel. Azt meg nekem kell gondoskodnom, hogy ha óvattuk ezt az egészet, menjünk vissza az elejére. Igen, de ez viszonylag egyszerű, hogy nekem is van ez a goodbye intentem, és akkor ez a context.done, ez azt jelenti, hogy akkor menjünk egy dialogussal följebb, és dobjuk el ennek a dialogusnak az összes state-jét. Borzasztóan szeretem, amikor robotok elveszek az emberek munkáját, mert az embereknek több ideje lesz szórakozni és kulturálódni. Ez még nem azt szerintem, én nagyon sokat használom a Skyscanner-t, tehát ilyen TV-hezer égyet szoktam venni rajta. Tök jó. És amit ezt csinál, az tényleg tök jó, hogy a barátnőmmel, hogy bárkivel tudok ügyenítse megni. De nekem az lenne a nagyon jó, hogyha megmondaná, hogy a következő egy hétben milyen nagyon olcsó égyek vannak, amit észszerűen tudok megvenni. Nem pedig 12 órát kell töltenem a legkörülbelül reptéren, mert csak úgy van átszállás. Tehát ilyen bonyolultságú dolgokat le tud kezelni, mert ha igen, akkor csináltál egy olyan botot, amivel én állandóan, mert nem van meg a stack, tudok beszélgetni, és folyamatosan veszem érdeket, és mindenki jól jön. Itt most egy bullshit választ fogok adni, mert nem a Skyscanner-en dolgozok, hanem a Microsoftnak. A platform az képes rá. Pont azért, mert a state az nagyon sokáig megmarad, igazából örökké. Az meg a Skyscanner fejlesztőinek a kiválóságán múlik, hogy ezt beletették el a botba. De egyébként elméletileg pont az ilyen élmények lennének a botos dinnek a lényege. A text-to-speech, valahogy a bot framework az elsősorban a server oldalról szól,
Közvetlenül nincsen beleépítve, de egyébként, ha már itt járunk, akkor ide kapcsolódik ez. Cognitive Services. A Microsoftnak van egy sor ilyen kis ilyen gépi tanulásos szolgáltatása, ami ilyen célszolgáltatások. Egyébként ezek között valami érdekesek vannak, és majd remélem egyszer lesz alkalmam ezekről is beszélni nektek. És ezek között nyilván ott van egyébként a speech to text is, de egyébként az olyanok is ilyen computer vision lefényképezem, és akkor megmondja, hogy ezen a képen van 20 ember, amikből 10 mosolyog. Tehát ilyen egyszerű machine learning dolgok. Na és akkor a lényeg az, hogy itt megvehető, vagy igénybe vehető text-to-speech szolgáltatás, ha te magad akarod mondjuk a weboldaladba ágyazni ezt. De egyébként nyilván ezek a chat felületek, mondjuk a Facebook Messenger, meg a Skype, az ha tartalmaz text-to-speech komponást, akkor azt természetesen fogja használni a bot frameből is, hiszen neki csak az a lényeg, hogy megkapja egy üzenetet, az nem érdekli, hogy ez most begépelve lett, vagy pedig mondva lett a felhasználó által. Jó, lelőttek most már hivatalosan is, úgyhogy most már tényleg köszönöm a figyelmet, és következő!